Na hát sok szeretettel köszöntök mindenkit újra ittán. És ahogy ígértem, elvileg most ez a mai videó, egy videó vagy két videó, nem tudom mennyien fogunk beleférni, hosszabb videókat tervezek, vagy videót tervezek, az is lehet, hogy fél órás lesz, az is lehet, hogy 45 perces, az is lehet, hogy két videóba szedem, nem tudom még, hogy hogy lesz, de a mai napon elvileg a tanyaküldetéseket fogjuk megnézni, és egyelőre én itt csak ezt az egyet látom, ha jól látom. Úgyhogy csináljuk meg ezt, és reméljük, hogy majd ezután a többi is elérhetővé válik, mert elvileg ez a tanyaküldetés a vadász csajjal a hatodik szekvenciában történik, vagy hát akkor lehetne megcsinálni, de valahogy én nem csináltam meg, és most a hetedik szekvenciában járunk már, és a hetedik szekvenciában meg tele van ilyen homestead mission-ökkel, vagy hát tanyaküldetésekkel, úgyhogy reménykedjen, ma sem tudok természetesen, szóval reménykedem benne, hogy ez majd feloldja a többit is, és meg lehet csinálni őket. Egyébként a videót úgy tervezem, hogy alaposan megvagdosom, tehát most ha itt végzek a néninek a küldetésével, néni, csaj, csajnak a küldetésével, ha végzem, utána azonnal snittvágás, és én kamerán kívül odautazó gyalog a következő helyszínhez, és majd ott akkor újra, tehát így vagdosva lesz a cucc terveim szerint, hogy talán úgy érdekesebb, mint így, nem tudom. Na, nézzük a Fehér Trófea című. Okay. Szóval, közben fúj a szél, a eredényeket basztatja, szóval remélem, hogy ez nem túl hangos, és úgy derék használtunk már Eagle Vision, és ott is egy jel, vagy egy nyom, bocsánat, nyomelemzés. Megvan a fehér puma nyoma, fasza. Á, ott egy jó. Na, leszállnál, itt ko... Mit csinál? Bazd meg. Csak nem itt élesített a karmait. De, karmainak anyával. Igen, fasza vagyok. Elmehetnék én is vadásznak. Ott van egy. Kár, hogy nincsen Eagle Vision-öm, de attól még vadásznak elmehetnék. Ott futott valami? Jól láttam? Nem tudom. Nyomelemzés. Kaját a puma. Tényleg, ó. Itt futik. Remélem fel tudom mászni itt a falon valahol. Gyorsabban mászok, Connor. Így még én is tudok mászni. Most hol van a puma? Ja, itt van. Beszéljek Norisszal. Oké, leugrunk, remélem, hogy túl... hát kicsit fájt. Nagyon nem, de azért kicsit. Megvárjuk, mint meggyógyulunk. Gyógyuljunk. Connor, gyógyuljál gyorsabban. És erre ide ér a csaj is. Jó. Beszéljünk Norisszal. Mi a fasznak ilyen baromságokat baszkodni, komolyan Connor egyedül is kinyírná. Most nem tudom, hogy mit kell csinálnom alapvetően. Megdöglöttem. Ó,
nem is figyel. Mi történt? Megnyomtam az elbetűt, de azt hittem, hogy már későn. De ezek szerint nem későn. Kész. Vége. Ennyi elvileg. Roppant izgalmas. Rókaprém és egyéb tárgyak elérhetők Miriam, Miriamnál, Miriamnél, Miriam, Miriam, nem tudom, hogyan kell ejteni. Küldetés teljesítve, teljes szinkronizálás, milyen meglepő, opcionális nélkül nem nehéz. És akkor nézzük, hogy... Ó, akar itt egy, jó. Jó, akkor most itt vagyunk fönt. Akkor egy pillanat, és itt leszünk lent, úgyhogy mindjárt itt leszek megint. Hát itt is vagyunk, és Norris és a vadász csaj már itt iszogat ezzel a... Hát ők a fogkutósok lesznek, azt hiszem. És gyorsabban ideértek, mint mi Connorra, úgyhogy azt nem tudom. Azt nem tudom, lehet, hogy lóhatan jöttek. Szoba kilátással, akkor jönk bele a küldetésbe. Bár azt hiszem nem lesz túl. Miért ilyen hosszú ki? Na, töltőképernyő, azt akartam mondani. Azt hiszem egy ezres kell a bácsinak meg a nének, nem biztos talán. Egy nem... Oké. Okay. Szóval azt akartam mondani ezelőtt a kis jelenet előtt, hogy elvileg ez nem egy bonyolult küldetés, 1000 font kell, ha minden igaz, és talán ezzel, hogy eltnyomok oda és adjuk az 1000 fontot, 13.780 fontunk van. Igen, elfogyott, eltűnt, lenyúltak egy ezrest a lóvémból. Remek jó, remek jó. Szobakilátás, új recept felfedezve. Ez az egyik legnehezebb küldetés a játékban szerintem. Annyira összetett és annyi mindent kell csinálni, hogy egyszerűen borzalmas, san nehéz. Jó, akkor most nem vágunk, mert Achillesnek van valami mondani valója, ha minden igaz. És de lehet gyors utazni, úgyhogy megoldjuk így a történetet. Davenport tonya. Davenport. Baszki, Connor. Mondjuk én is ezt szoktam csinálni, amikor túl gyorsan megyek az ajtónak, mert nem tudom kinyitani egy gyors kézmozdulattal, akkor felszoktam rá futni. És a kúria, a rejtélyei. Na ez azt hiszem... Oké, azt hiszem ez... Okay. Jó. Most miért ragadtunk be? De várjunk, most azt mondta az öreg, hogy menjünk el a ládáért. Jó, oké, szóval igen, azt hiszem emlékszem erre a küldetésre. Ez már egy kicsit összetevés,
nehezebb, mint az előbb a fogadósokkal. Igen, mert itt ez, hát ja. Na jó, oda kell elhúznunk. Ide kell elhúznunk, úgyhogy de nem tudunk gyors utazni, akkor egy pillanat múlva itt leszek elvileg, amikor odaérünk, odaérek Norrishoz. Na hát elvileg itt is volnánk, ha minden igaz. Szeva Norris, csak vagy? Mekkora poén volt. Köszönöm, hogy lefordítottad. Nem jöttem volna rá, hogy a robbanóanyagot jelent az explosív. Szerintem is érdekes. Ez mi a fasz? Mi történt? Úristen, mi a fasz? Miért nem tud futni Connor? És most beszélnek vajon? Halkan hallom a játékot sajnos. Nem beszélnek talán. És nem... Mit? Indítson be a robbanást, akkor nyomunk egy 4-est, ami a pasztoly. Ja, tudom, kösz. Ha minden igaz, akkor ez egy szopó lesz, és remélem, hogy sikerülni fog, mert kifele elvileg csak 2 percünk lesz, úgy rémlik, az összeomló, igen, itt ilyenek között. És ha nem jutunk ki időben, akkor az azt jelenti, hogy megdöglünk. És fogalmam sincs, hogy jó felmegyek. Egyáltalán úszni is kell, remek, még jobb. Na, erre megyek inkább, mert az valamiért nem volt szimpatikus, bár valószínűleg. Hát ugyanide jutottam volna ki, és mi a fasz? Elég nehéz az irányítás, hogy így lökri el magát a falaktól Connor fel... Igen, köszönöm, hogy felmásztál. Na, remek, jó. Pedig úgy néz ki, mintha tudnám, hogy mit csinálok, ugye? Persze, tudom is alapvetően. Zár kinyitása. Miért tűnik el az na, zár kinyitás. Oh my fuck. És akkor megint jobbra-balra, és az ott a zár luk körül. Nem. Ó, ez egy assassin jel a zár körül. Na és akkor most készüljünk, mert futás kurva gyorsan. Csak az a baj, hogy attól fel, hogy el fogok tévedni. Aha, így már is tessék. Most ugyanarra vissza vajon? Nem. Hol? Le a vízbe? Nem, ez halál. Hála Isten! Úristen, szegény Connor! Hú, görsbe rándult meg minden. Jó, fogalmam sincs, hogy merre kell menni, akkor ez érdekes lesz így. Arra gondoltam, hogy erre kell jönni, de erre nem akar ugrani. Igen. Ennyitől meghal Connor, és a víz tetején fennmarad, miután leesik bele. Érdekes. Erre kell jönni talán. Jó. Nem fogok hogy faszkodni saját magamtól.
Oh my fucking fuck. Ne, erre jófele jövök? Jófele. Nehogy leesél basszat szájba nyeladat. Jaj, őt ne szegény néni meghalt. Persze, hogy amerre menni akarok, oda beesik egy ilyen sziklaszar. Most ide is, ugye? Biztos. Nem, jó. Ússzunk, persze. Ó, ha erre jövök, akkor itt leesik valami sziklaszar, mi? Ah, nem, nem, eddig jó, eddig jó, eddig jó, eddig jó. Hát erre nem jó, picsába. Hűde izgalmas, hűde nagyon izgulok, ugye ti is? Hát persze. Jó, elvileg innét már csak jobb a gérgomb és dupla V. Ha nem, akkor rábasztunk. De jó, megcsináljuk. Ő, hát még van 50. Ez milyen kutya itt? Ez egy róka. Róka, ne fussál, róka. Yes. Szegény. Még egy róka. What the fuck? Oké, van még itt róka? Nem látok rókát. Jó, akkor visszafutunk Achilleshez. Oké. Nem tudunk gyors utazni, úgyhogy akkor egy pillanat és ott leszünk a Achillesnél. Mert itt is volnánk. Ugye megmondtam, hogy kurva gyorsan itt leszünk. Ja, le kell menni, jó, az talán már nem olyan nagyon. Miért zártad magadra a rejtett ajtót, öreg? Miért zártad magadra a rejtett ajtót? Jó, de fancy. A kurja rejtélyei. Ennyi a küldetés. És itt is. 100%-os. Teljes szinkronizáció. Nem akarom megvizsgálni. A fegyvertárunk jó üres. Milyen más, milyen lenne. Ugye. Na jó. Nézzük. Innét elérhető E a térkép. És hála Istennek, hogy így van ez, hogy egész nap futkoznom kell északról délre és délről északra. Na jó, akkor ez talán Norris lesz itt. És akkor egy pillanat múlva elvileg ott leszünk Norrisnál. No hát, megint itt vagyunk. Milyen gyorsan, hű. És tényleg Norris az. Udvarolni megy Norris. Van egy olyan érzésem, hogy nem Norris megy udvarolni, hanem mi megyünk udvarolni. Norris helyett. Nem. Nem együtt pofáztunk vele az imént. Hát persze. Miért kell Connornak játszania a kerítőt? Én azt nem értem. Szegény Norris ilyen tüketlen. Ez itt egy mosómedve volt. Szegény, azon ott menekül. Na jó. Mivel nem akarom olyan durva szinten szétvagdosni a videót, így is kurva sok vágás lesz már benne, úgy érzem. Megpróbálok így rögzítésen belőle jutni. Remélem, hogy nem unjátok magatokat szarrá. Közben jön az utamba kerül, ezt kinyírom. Csak mert megtehetem, mert én vagyok Connor, az uradalom ura, vagy mi a fene. Csináljunk egy kis
Jump, jump, így, így, úgy ám, így, jumpy jump, azaz nem olyan unalmas így, mintha csak így futna Connor. Itt van egy róka, nem ez egy, de ez egy rókának néz ki. Nem meneküljél, úgyis elkaplak, vagy nem, természetesen. Nem fut olyan gyorsan ez a róka, mint ahogy hitte. Róka. Róka, hova tűntél? Róka, bazd meg. Bazd meg, róka. Hát akkor mindegy. Akkor menjünk Prudence-hez, és derítsük ki Prudence-től roppant izgalmas módon, hogy szerinte mit szerethet Miriam? Persze mindezt Norris kedvéért, mert Norris egy töketlen seggfej. Nem értem, hogy miért nem tudja megcsinálni ezt ő. Na mindegy, Connor igen jó lelkű. Igen jó lelkű, faszfej. Az titok. Így ám. Oké, kösz a tippet. Mennyire van messze? 140, hello, nem tudom mi a neved. Ja, ott van, dupla V, tehát Velas lesz, de szerintem. Tehén, te mit gondolsz? Hogy hívják a gazdolvadat? Ha te annak vagy a tehene. Valasznak hívják-e? Vajon? És itt vajon fel tudunk-e menni? Fel. Remek. Az ott egy farkas. Szóköz. Nem látok semmit. Csak azt, hogy itt egy farkas. Egérgolom. Majdnem azt hittem, hogy elkéstem. Régen csináltam ilyet, de a gyakorlatból sosem lehet kijönni. Illetve ebből már mint mit tudom én, mit akartam mondani. Sokszor én sem találok értelmet abban, amit én mondok magamnak. Egérgomba, ez a farok honnét jött? Honnét tűnt elő, csak így? Hát kúrja ketté magát. És remélem, hogy itt fel lehet mászni. Ó, hát simán, ez egy halandó embernek lehetetlen, de Connor, az meg, erre nem számítottam, szóval Connor megoldja. Connorra a jobban max csak Ezio tudná megoldani. És itt vajon itt végigfutva a szikrafarra felugorva? Mit hallottam? Ott egy farkast hallottam? Nem tudom, meddig tud így vajon lógni Connor? Gondolom, ameddig hagyom lógni. Mert olyan cool. Egy ilyen cool guy, egy menő csávó. És most mi az Isten van? Jó, azt hittem, nem tud átmenni ide. Bazd meg, most mindezt egy virágért, és nem is Connor csajának a virágjáért, hanem Norris kedvéért, virágáért, csajának, virágnak. Értitek? Connor, akkora balfasz vagy, már ne is haragudj meg. Jó, biztos ez a barátság, vagy ilyesmi. Milyen megható. Igen, én is így szoktam virágot szedni. Megtapogatom körülötte a földet. Várjunk, ha már itt vagyunk. Még jó, hogy megláttam ezt a szart. Remek jó. Ez is remek jó. És 240 méter még. Norrisig. Hát akkor ezt úgy érzem, hogy gyalog tesszük meg. Azért gyalog, mert tudom, lóval is mehetnénk, csak hívni kéne Fittyel. De itt úgy érzem, hogy jobb gyalog menni, mert lehet, hogy lóval tudnánk menni, mit tudom, 20 métert, aztán le kéne szállni, mert oké, itt most pont el lehet fogni lóval is erre, de kényelmesebb, és mit akarok? Kényelmesebb, nem tudom, milyen szót tudnék még használni arra, hogy leírom, hogy jobb gyalog, mert ha egy ilyen akadály jön, ezt lóval nem tud megcsinálni, Connor meg simán megcsinálja.
Norris, csak nem a budin vagy, de a toaletten. Akkor most beszélgetünk veled, kicsit sem lesz awkward, vagy mi a magyar szó. Kellemetlen, az. Kapog a budi ajtón, baszki, beszarok. Hát mert férfi vagy, azért nem érted, hogy mi a jó abban. Ennyi volt a küldetés. Remek. És biztos, hogy most a tárgy megszerezve. Vajon milyen tárgy? Tehát ez olyan jó, mindig így kírják, hogy tárgy, meg recept megszerezve, meg mit tudom én. És oké, milyen tárgy? Milyen recept? Fogalmam sincs. Na mindegy, nézzük, hogy milyen messze. Ó, kettő is van. Ez itt. Prudence és Warren. Warren nem Wallace-nak hívják, hanem Warrennek hívják. És ez meg itt a. Hát. Azt tudja, hogy kiknek a küldetés ez. Mindegy. Akkor elugrunk ide. És egy pillanat múlva itt leszek újra. No, itt is volnánk, és azt hiszem tudom, hogy mi ez a. Szóval tudom, hogy mi ez a küldetés, azt hiszem, és ez egy olyan küldetés, amit egyszerűen még fogunk csinálni, azt hiszem. Úgy gondolom, méghozzá azért szűzkéz az, mert nem akarom végigjátszani ezt a. Mi a nevét? Oké. Jó. Igen. Jó. Mit akar? Ja, oké, jó. Szóval Connor mozog ezzel. Igen. És jó. Jó, nem akarom én ezt végigjátszani, hogy ki lehet-e valahogy vajon lépni. Taktikai kamera, nem ez tök jó lesz, én leszarom alapvetően. De kurva jó vagyok, úgy érzem egyelőre. Eddig voltam jó. Godfrey. Fuck you, öreg. Aha, jó, így bekurunk ide egy taktikai kamera, tej. Olyan finomabb mozgást nem lehet eszközölni. Megdobjuk innét talán. Fuck. És így is a faszi áll nyerésre. Bassza meg. Taktikai kamerára váltunk. És megdobjuk megint így. Megint nem jött össze a pontosan izmos dobás. És nem kurul vissza. Nagyon szarok vagyunk, szóval ezért nem akartam. Jó, kész, le van szarva. Tökéletesen mellé. Igen, nagyon jó vagyok ebben a játékban, mint minden másikban is. De még ő elbaszhatja magának. Nem fogja természetesen. Ó, most már kettő pont. Hát persze, hogy kettő pont, baszki. Csalós faszfej. Három pont. Mit nem hallottam? Connor, paraszkodsz? Vesztettem, jaj, de sajnálom. Mindjárt sírok. Szóval végigjátszottuk elég gyorsan, hála Istennek. Szűzkéz, az, szűz.
küldetés esetben teljes szinkronizálás, és itt vannak faruk. Jó, akkor nézzük a következő.